Mai vendégem Grecsó Krisztián, akit abból az alkalomból hívtam meg, hogy most jelenik meg jelen időben legújabb kötete, valami népi. Amikor itt beszélgetünk, akkor ez még a nyomdában van, javában, és amikor ezt a hallgatók hallgatják, akkor talán már kézbe is vehető. Hanyadikán jön? Hát nagyon izgulunk, mert 8 lesz a bemutatója, és hetedikére ére ígéri a nyomda, tehát egy kicsit szoros. Biztos, hogy meg fog időben, időben érkezni. Tehát egy február elején megjelenésről beszélünk. Az előző két könyved is ilyen kortályt jelent meg, és mind a kétszer, aztán elindult egy járványhullám. Nem félsz attól, hogy megint előidézel egy ilyet? Hát nagyon remélem, hogy most ez elmarad. Hát kétszer bejött, tehát harmadszorra már nem. Egyszerűen nem jöhet újabb hullám és már számolni se tudjuk, hogy hanyadiknál tartunk, tehát én, én nagyon remélem, hogy most a valami népi az a, az előző könyvekhez tér vissza, és csak szimplán megjelenik, és el lehet olvasni. Igen, hát tulajdonképpen az, az olvasóid már ilyenkor télen, már, már ahogy kimegyünk a, a báli szezonból, már várhatják, hogy, hogy, hogy érkezik a, az új Grecsó könyv. Eredetileg ezt interjúkban elárultad, nem ez lett volna a címe, hanem az, hogy fehéren fehér. Em, fehér. Fehérben fehér, így van. És miért változott? A, a fehérben fehér az szerintem több rétegű cím, és a maga módján szép is, az egy himzésre utal. Az egy, egy aföld, ez is Így a van. Így van, egy alföldi hímzésforma, egy nagyon szelít hímzésforma, hiszen és egy uh, alázatos munka. Most gondold el ezt a képtelen apáca munkát a hímzést úgy végezni, hogy gyakorlatilag nem látszik a végeredmény. Tapintható, nagyon közelről látható, de semmi hivalkodó nincs benne. És nekem ez úgy imponált ez a cím, meg az is tetszett benne, hogy hogy olyan, mintha valami építészeti vonal is elindulna, valami ornamentika, ki tudja, hogy, hogy merre visz. És ezzel meg is békéltem olyannyira, hogy, hogy már el is kezdtem interjúban elmondani, ami a legnagyobb hiba. Tehát, hogy ezt én, és ebben én állandó résztvevő vagyok, hogy hamarabb mondok könyvcímeket, mint hogy az véglegesedne. És akkor beugrott a valami népi. És tudod, van az a cím, ami abban a pillanatban megvan, és tudod, hogy ez már tökéletes. És a fehérben fehér az olyan 90 os az egy szép cím. És akkor hát muszáj volt lecserélni. Egyszerűen a valami népi az sokkal inkább reflektált arra, méghozzá pimaszul és, és kihívóan, hogy, hogy 25 év után itt ott visszatérnek teljesen más formában olyan témák, melyeket a plegykanyúban pedzegettem utoljára. Igen, erről mindenképpen szeretnélek majd, majd, kérdezni. De előbb arról, hogy arról meséltél egy interjúban, talán többen is, hogy ugye a kislányotok az karantén lett, hiszen a járvány idején kezdett el, vagy eszmélni kisbabából kislányá. Ilyen értemben ez a könyv akkor karanténkönyv, tehát hogy máshogy kellett ezt írni, máshogy született meg, máshogy nevelődött benned. Egyébként vannak benne novellák, ahol konkrétan meg is jelenik a, a koronavírus, mint egy háttér arra vigyáztam, hogy fő ne legyen belőle, mert nekem magamnak végtelenül legyen van. Tehát nem hiszem, hogy az olvasók arra vágynának, hogy karanténbenyomásokat olvasnának három év után, miután. Hát <laughs> néhányszor ez valamilyen formában már meg lett énekelve, illetve életünk állandó témája. És akkor a a, 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 bezártság, mint motivum előkerül, de, de az is inkább csak abban a formában, hogy, hogy akkor hogyan lehet ott leltározni. Milyen, milyen tükörhelyzetek elé kerülsz, milyen, milyen mérlegelési kényszer uralkodik el rajtad, amit nem főtétlenül szerettél volna, és nem is biztos, hogy főtétlenül jó eredmények jönnek. Azon túl meg a nagy bezártság hozott egy múltbéli leltárt is. Tehát ö, olyan ügyeket is elkezdtem végig gondolni, amelyeket amelyeket nem hiszem, hogy narráltam volna a korona nélkül. Ezek például a boldogság történetek. Hiszen ugye a, a krízist mindig, a krízist mindig könnyű elmesélni. Azok, az, annak vannak megfogható eseményei. Annak vannak a hétköznapétől elütő ügyei. A boldogság nagyon-nagyon nehezen formálható történeteké, és ilyen módon nem is nagyon narrálható, de vállaltam például azt a kockázatot, hogy megírtam egy olyan történetet, egy hitem szerint boldog pillanatot, ahol az igatta világon semmi se történik a szövegben. Tehát nincs, nincs, esemény, és mégis éppen ettől az elmondhatatlanságától és nem történésétől azt hiszem, hogy nagyon átélhető. Kipróbáltam egyébként a Dés Lászlóval, meg az Andissal volt egy estünk Szegeden, és felolvastam ezt a szöveget. Hát ennél nagyobb kockázatot nem lehet vállalni miért olvasnál olyan szöveget, ami nem vicces, nem történik benne semmi. Tehát nyilván a színpadon az él, élő beszédben olvasva, ami valamilyen módon interakcióba lép a nézőkkel. És ez adta a legnagyobb sikert. Ezen a boldogság én is gondolkodtam, hogy tulajdonképpen ez a válasz kockázatot, mert ugye hát van ez az a örök igazság, hogy ugye a boldog családok mind hasonlók egymáshoz, és minden boldogtalan család a maga módján az. <laughs> az egész ciklusnak ez a címe állat, hogy boldogság történetek, és ezt a és hogy elmesélhető -e egyáltalán a boldogság, vagy önmagában, vagy ha az lett volna a címe, hogy, hogy fehérben fehér, akkor azt is megkérdeztem volna, hogy ugye nem látszik, mert annyira fehér dolog. Igen, van. igen, igen. Szó, hogy, hogy, ez mint, mint írói feladat, az, az, mennyiben más, mint, mint mondjuk szétesettségről, tragédiákról e, írni? Hát lényegileg. És ugye a, a, tragédiák sem, ugye a tragédiák végképp nagyon nem egy egyformák, de ott is van egy olyan forma, ami nem elmesélhető, ami, ami, nem narratív keretbe kínálkozik. Méghozzá a, a, a személyes krízis. Tehát most képzeld el mondjuk egy munkahely elvesztésének történetében, a legkevésbé az izgalmas, hogy hogy történt. Tehát közhelyek tömege. A HRS ott ült, mondott valamit, vagy szóval hogy ér hát ezek nem, ezek nem, nem ö, történetbe kívákonzó elemek. De a, a lényeg benned már elmesélhetetlen. Mondjuk 20 év után kirúgnak egy munkahelyről, és elkezded végig gondolni, mi változott ez alatt. Mit áldoztál föl ezért a munkahelyért? Te mennyiben használódtál el? kiégtél, Akár, tehát, hogy ezeket mind végig gondolod, és valami egészen elképesztő, ott maradsz csupaszon, míg ki vagy te nélkül a munkanélkül, és a többi. Vagy-e valaki mennyire lett a személyiséged része? Ezek nem narálható történetek. Legalábbis mondjuk, diskurzusban vagy egy egyszerű asztali beszélgetésben nem. Mi történik veled, elvesztettem a munkahelyem? Hű az rossz. Ugye? Tehát, hogy vagy, vagy elköltöztem, vagy emigrálni kényszerültem, tudom, hogy ez már nem egy bevett szó, de majd megtanuljuk újra. A, tehát, hogy, tehát, hogy, hogyha így kimegy a lábad alól a talaj. És ugyanígy a boldogság történeteknél a közhelyek jármától nem lehet megszabadulni, mert, mert a, vagy hát az események sorában nagyon nehéz. És akkor azt mondtam, hogy jó, hát ha novellában ezt így van, és egyszerűen mondjuk az a boldog pillanat, hogy nyaralunk, és ülünk egy tiszai stégen, és nézünk magunk elé, de olyan boldog vagyok, mint még soha, akkor is megpróbálom elmesélni ezt a pillanatot, hogy, hogy azon a stégen ülve én ott mit, hogyan, és nyilván úgy, hogy a, hogy a kereteket úgy tágítom, hogy időbeli keretekben, meg tematikai keretekben, igazából ráhúzom a várost, ráhúzom a fiatalságom. Tehát, hogy, a, hogy, a, hogy az egész, az egész ö, ö, egy más koordináta rendszerbe kerül ezáltal. Az az érdekes, hogy elmondhatod, hogy ez íróként milyen nehéz feladat, de igen, olvasóként nekem nem tűnt fel, hogy ebben nincsen történet. <laughs> az, jó, az nem baj, ha nem. Hogy kicsit visszakanyarodva a járványhoz, de csak tényleg csak egy kicsit, arról meséltél, hogy a járvány megmutatta, hogy mennyire szétesett, meg közös alapok, meg szolidaritás nélküli világban élünk, és azért a novellák egy részében is ott van a szétesettség, vagy a szétesést meséli el. Ezek most minőségükben új élmények, vagy, vagy egyszerűen csak előhozta, amit erről amúgy is gondolsz? Én azért nekem nagyon megrázó voltam. A járvány első hullában van az értelmiség, az értelmiségi hivatások elleni vad kirohanás. Írók, újságírók, zenészek, színészek, és még sorolhatnánk. Ugye az a rendkívül demagóg és ajas szöveg, ami akkor előkerült, ez a menjetek el kapálni, meg majd megtudjátok, ha a végre megfogjátok a kapát, mondták, hogy a legtöbbször azok, akik életükbe kapáltak, ezükbe nem fogtak. A azok a szövegek bizony a 40-es évek második felében már egyszer előkerültek, és nyilván, hogyha mélyebbre mennénk, és újra és újra megnéznénk, nem akkor kerültek elő, először, de legutoljára is sajnos elég könnyen felidézhetően akkor előkerültek. És én egyébként is foglalkoztam azzal, hogy, hogy mi történt Kelet-Magyarországon, mi történt az Alföldön, mi történt a szegény településeken akkor hogyan lehetett mondjuk egy egyszerű parasztfiúból némi, némi ráhatással bandavezér, agitátor, hogyan lett belőle valami olyan, ahol eladta a lelkét. És, és nagyon sok mindent találtam, ami engem fölkavart, de ami, ami miatt idehoztam, meg ami miatt fontos, az az, az hogy, hogy igazából Két dolog segített megérteni, hogy ezek nem történelmi tények, ez nem valami tőled távol lévő ügy. Az egyik az, hogy milyen könnyen visszaköszönt, de hát ezt szoktuk mondani, persze, tükröződik, és csak akkor ismered föl, ha ismered a történelmet, akkor látod, hogy de hát ez már egyszer volt. A másik, hogy ahogy belementem, és mondjuk periratokat olvastam, meg ilyesmiket, akkor megláttam, hogy, hogy jé, hát én ezeket az embereket ismertem öregkorukban jóságos bácsikaként. Ott üldögéltek a padon, ezek az emberek beszélgettek velem, ott szivarozott a művődési ház előtt. Ezek az emberek, akik katolikus nővéreket vertek, akik az iskolaigazgatót igazgatót állították, akik e, e, zsidó és nem zsidó honfitársainkat e, e, a legkülönbözőbb módon alázták meg, Nyilván ők maguk is valami egészen elképesztő présben voltak, tehát ez egy nagyon összetett kérdés, de hogy, hogy, ez, hogy az a te személyes sorsod, tehát ez veled folytatódik, ezt te, ez, te, ez te, ahakár akarod, akár nem, ezt a történeted viszed tovább. És, és ez a kettő együtt, ahogy direktben a történelem meg já, újra játszotta önmagát, tükrözte a járványban ugyanazokat a reflexeket, meg ahogy én a személyes sorsomban ezt észrevettem, elkezdtem írni ezeket a párhuzamos történeteket, ahol, ahol, nem paralel történeteknek vagyok kénytelen hívni őket, mert nádas a párhuzamos történeteket lefoglalta. A, a, és mivel nem utalok nádasra, ezért azt gondoltam, fura, fura lenne. Tehát, hogy, hogy elkezdtem írni, ahol, ahol egymás mellé teszem Ezeket a szituációkat, a 30-as évekbeli helyzeteket, a 40-es, 50-es, akármelyikeket, meg mai, mai személyes, vérre menően, vérre menően alanyi helyzeteket, nem magyarázom, hogy kerülnek ezek egymás mellé. Nem akarok ebben direkten az olvasónak irányt szabni, értemezési irányt szabni. Meg fogja érteni, hogy hogy kerülnek ezek egymás mellé. Hát pontosabban azt érti meg, hogy nem értjük, hogy a másik hogyan él, és hogy, hogy mással miért történnek a dolgok. Egyébként, amit mondasz, menjenek inkább kapálni. Nál Van egy ennek a fordítottja, amikor azt mondják értelmiségiek háromszobás lakásban, több számítógépe, hogy hát most mi baj van, hogy nem megy be a gyerek az iskolába, hát majd akkor jön az online oktatás. Igen, és nem igen. gondol belesünk, hogy ez mindez mit jelent borsodban. Igen, igen, igen. Se szoba, se számítógép igen. Igen, Se fűtés. Nincsen. Igen. Ezt, a, hogy nem tudjuk, hogy a másik hogyan él, és mik a, mik a fájdalmai problémái, ezt ö, ö, ilyen faluváros relációban ezt látod, vagy tapasztalod, hogy ez még van? Van, hogy ne, hogy ne. És ö, rendkívül dinamikusan változik. Dinamikusan változik, és itt, a, ö, itt megint arra vagyok kénytelen utalni, hogy a 30 éve, egyfelől a 30-as évekből nagyon ismerős történetek kerülnek elő. A kasztrendszer legkülönbözőbb ö, ö, formái, a bemerevedett, a mobilitás nélküli társadalom, a, a létnek egy for, ö, 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 különös helyzete. De ez is nagyon új kulisszák között. Mert tudod, lehetsz úgy társadalmilag kevésbé mobil, vagy egyáltalán nem mobil, sőt a kasztrendszer rabja, hogy te közben Németországban állsz egy gépsor mellett. Tehát nem úgy nem vagy mobil. Ennek is már átalakultak a formái, átalakultak a, a, a külsőségei. A lényege nem. A lényege nem. Én sokat ha, a, a, a olvasok, megfigyelek, meg, meg kérdezek embereket, én nem játszom meg, hogy nekem ez a mindennapom. Hamis is lenne, e, semmilyen hitelem erre nem lenne. Hát én nagyon régóta, 14 éves koromban jöttem el a faluból. Annak már több mint 30 éve. Épp 30, vagyis a rendszerváltás óta eltelt idő. Az alatt változott meg nagyon, lett mondjuk a design drog, a falu legelemébb túlélési formája amiről természetesen akkoriban mi nem is hallottunk, hát a, ugye a fű is az amerikai filmekben megjelenített, exotikus valami volt, amiről el se tudtuk képzelni, hogy az mi lehet, hát ha tudtuk volna, hogy, hogy az a vatkender, hát az ott volt a határva. tehát hogy ezt, az valaki mondja, hogy az az, akkor előkerült volna hamarabb, de hát senki se szólt, de hogy, hogy, hogy ezek nagyon, tehát az ülés, a a talajvesztettség, a sorstalanságnak nagyon más formái vannak. Sőt, hát én, én még kevesebbet tudok erről a világról, ritkán is járok, de azt a, pont ez a ritkaság, ez elég ahhoz, hogy a szememnek feltűnjön, hogy megváltozott a faluképe, hogy nincsen háztály, hogy kocsma sincs már, meg, meg semmi sincsen. És azért ez, ez vastagban megjelenik ezekben a, a, a novellákban, nem is ilyen direkt formában. Azt írtad, amikor talán amikor lezártátok a kéziratot, vagy örültél, hogy, hogy vége a korrektúrának, és üdvözölted a könyvedet a Facebookon, hogy bizonyos értem ez egy visszatérés a plegykanyúhoz. Mit értesz ez alatt, hogy visszatértél oda? A, ott volt egy alapvetés, egy kint is vagyok, bent is vagyok helyzet. Azt hiszem, akkor még sokkal jobban bent voltam. Tehát a, a mindig van egy, a kett dupla nézőpont van, akkor valamelyik mindig dominál szükségszerűen. Természetesen akkor még 20 évesen mindennapi valóság volt nekem a falu. Akkor még én a, 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 a folyában való dolgozást, az üvegházat, azt, azt mindennapi, mindennapi rutinként éltem meg. Hát 21 évesen végeztem a tanítóképzőn, úgy egész nyáron az üvegházban dolgoztam, még utána is, hiszen hiszen munkanélküli voltam, igyekeztem anyámnak segíteni. Tehát hazaköltöztem. Hát egy ilyen igazi jó perspektíva volt. Tehát úgy mindenestül alakult Paprikázt a sorsok. Aha, hát persze, meg Pabra uborka. Akkor még nem volt a Szentesi, Szentesi Árpád része a, szegvári üvegházrendszer, rendszer. Mindegy, ott, ott, dolgoztam. Tehát nekem az akkor ö, nem egy etnográfusi nézőpont volt, az a, az a legellemibb hétköznapok az önsajnálattal átítatott, az elveszettség érzésével átítatott helyzet. Ami nem is biztos, hogy mindig előre seg, elősegítette azt, hogy meg tudjam élni reálisan. És ahogy az egyetemre kerültem, akkor ott azért meglett az, az az a minimálisan szükséges külső nézőpont, ahonnan nézve ráláttam a történetekre. Ráláttam a történetek csodáira. Ráláttam a szépségükre. A maguk kegyetlenségére, a, a, a szabályok végtelen szigorúságára, arra, hogy hogyan, milyen kérhetetlenül viselkedik az a világ a résztvevőivel. De közben, ha betartod a szabályait, akkor, akkor hogyan lehet megélni ott egy életet, hogy lehet az teljes univerzum. És most, most, hogy ilyen nagyon sokat foglalkozom azzal, hogy az én értékrendem az hogyan, hogyan adható tovább egy teljesen más Világban, teljesen más kulisszák között, és egyáltalán tovább kell adni, és abból én mit, adok, mit tartok fontosnak, és mit nem, és hogy a lányomnak ez hogyan tükröződik, megint nagyon sok történet fölidéződött. Előkerült a legmélyebb tárnákból a gyerekkornak, a, 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 a nevelődési helyzeteknek a hogyanja. És akkor ezzel együtt a Ugye nyilván a gyerekkel is jobban hazatalálsz, tehát ezt viszed a nagyszülőhöz, viszed a, 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 szülőkhöz. Kénytelen vagy becsöngetni házakhoz, mert ott meglátott ő egy tehenet, hát soha az életbe be nem csöngettem volna egyébként. És újra elkezdődtek hétköznapi vagy élő helyzetek ott. Meghallgattam történeteket, beszélgetek emberekkel, akik mesélik, hogy élnek ma, hogy dolgoznak, hogy működik a hogy működik az élet, hogy tartják ezeket az állatokat, és a többi. És és ezek a formák sokkal inkább elkezdtek a személyesség felülizgatni. A személyes nevelődési helyzetekből, a, a abból, hogy akkor most ezt hogy éli meg, hogy ő például boldog gazda-e, vagy ott ragadt, ő úgy élje meg, hogy, hogy kiteljesedett és tovább vitte azt, amit az édesapja, vagy az édesanyja elkezdett, vagy úgy éli meg, hogy ő másra vágyott, és ennek ez egy kudarc. Tehát nagyon sok, nagyon sok paraszti történet is van, nagyon sokféle arca van, és ebből a személyes felől, de ugyanígy ezzel a dupla nézőponttal igyekeztem visszamenni, a kint is vagyok, bent is vagyok helyzettel. Az egyszerre benszülött, egyszerre etnográfus. Csak van, van, azért egy jelentős különbség, miközben ez mindig az, hogy, hogy ezek nagyon személyesen megélt történetek, hogy a plegykanyú megjelenése után a, a szülőfaludból bepereltek, aztán most meg ott tartunk, hogy díszpolgára vagy, és a beírod, hogy plegyka anyu a szövegszerkesztőben már nem húzza alá a szövegszerkesztő. <laughs> ez jó hír. Tehát, hogy, hogy közben neked íróként teljesen más a, a pozíciót már? Ez, te, ez így van, ez így van, és nyilván szülőként is más, tehát ez, nagyon sok minden megváltozott ahonnan nézem. Képzeld el, volt egy nagy, nagyon megrázó is. Ilyetetlen személyes ez is, és nagyon a véremig történet, amikor megkaptam ezt a diszpolgári címet, 40 éves voltam, ami hát nagyon imponálóan hamar van, és figyelembe veszük ezt a gonosz goromba mondást, hogy senki se lehet profita saját, profit saját hazájában, akkor meg végképp, hogy megbecsültek, hogy szerettek, és hogy ez, és ezt vissza is jelezték. És ez úgy nézett ki akkoriban nálunk, még ez a Covid előtt van, ugye, hogy falu napon adják át. Augusztus 20-a, utána ott vannak, dínom, dánom. Hát ugye a díszpolgárnak ez egy elég drága dolog, mert illik, illik ott a pénztárcát elővenni, és aki hát ott ismer, azt valamire meghívni. És ott ment vadul az unikumozás, meg a sörözés, és beszélgettem ott az emberekkel, régi osztálytársak, tudod? Népe. És oda jött egy, fölöttem járt egy évvel, srác, tudod, aki fölötted járt, azt, arra akkor emlékszel. Igen. És ö, ö, elmesélt azt, hogy most ő Németországban dolgozik, de három éve, de most már még egy év, és talpra fog állni, és ő haza fog jönni, és újra itthon lesz úgy, mint régen. Mondta ezt, mintha csak bevezetőt mondott volna. Majd utána elmesélte, hogy gyűlölt engem, mikor a plegykanyú megjelent, elolvasta, és ö, árulásnak vélte úgy érezte, hogy gyűlöl, gyűlölöm a faluta, származom, hogy kigúnyolom őket, hogy a gyöngeségeiket fölnagyítom, és ezzel megalázó helyzetbe hozom őket. És két éve volt ki Németországban, épp akkor hosszan nem jöhetett haza, és a munkásszálón meglátta valakinél. És ott annyira ritka a könyv, meg hát hogy annyira megürött, hogy pont ezt látta meg, hogy nagy boldogan kölcsönkérte, hát akármennyire utált annak idején, gondoltam, most megnézi és hogy alig bírta olvasni, mert olyan honvágya lett, meg annyit sírt, és hogy, hogy mennyi szeretet van benne, mondja. Hogy milyen, milyen sok szeretet van az emberek felé, a, a falu felé, hogy, hogy, ő mennyit nevetett, és hogy milyen. És akkor gondolkodtam rajta, hogy vajon el lehet mondani, amit gondolok, vagy nem. De én egy gyáva ember vagyok, és nem mertem elmondani. Mert ugye mi történt? Hát amiről eddig beszéltünk. Az, hogy neki a falu egy univerzum volt. Egy teljes lét. Mindenestül, megtörhetetlenül. Ott minden megvolt. A falu közepét jelzi, a világ közepét jelzi, oszloptól kezdve mindenik. Egy misztikus tér, az fölbomlott. Az neki összetört. És hiába tervezi, hogy majd egy év múlva hazajön Németországból. És majd ugyanúgy él, hogy előtte. Hát ő már sose fog úgy élni. Mert nem tud már. Ez, ez ugyanis... Bizonyos értelemben, hogy ez összetört ez az univerzum, bizonyos értelemben otthontalanná tette. És ezért érti a szöveget. Ed, mert megvan egy másik nézőpontja. És hát igazából. Talán most van az a nézőpontja, mint ami neked volt. Így amikor, van. Amikor így van. Értad. Így van. És igazából ő boldogabb ember lehetne, bármilyen rosszul hangzik nekem, mint írónak, hogy egy olvasót elvesztek, ha nem értené még most se. De hát ez már nem így van, tehát ez nem, azt a, a naivitást, tehát amikor ugye felnővünk, és jön a kamaszkor borzalma, és ott akkor elvesztünk dolgokat, akkor értjük meg először, hogy hát az már nem jöhet vissza. Tehát még egyszer nem, lehet nem tudni dolgokról. Erre is kíváncsi vagyok ezeknek a történetnek a kapcsán, amit részben most mondtál is, hogy, hogy ezeknek sokkal inkább van hogy mondjuk történeti vagy filológiai alapja mint a teljesen fikciós regényeidnek, hogy itt hogy kell képzelni, hogy te levéltárasztál, interjúztál, tehát egy ilyen, hogy mondjam, klasszikus etnográfusi munkát is végeztél? Ennyire nem. Egyszerűen csak olvastam. Csak olvastam, beszereztem könyveket, meg, meg az interjúzás is tudod úgy zajlik nálam, hogy nem jegyzetelek. Meg... Tényleg állatcsimogatásnak van álcázva, meg hétköznapi látogatásnak. És igazából legtöbbször nem is a konkrét info a fontos. Tehát mondjuk, ha elmeséli egy ember, akihez kecskét simogatni árunk, mert a kislányom imádja az állatokat, és mondjuk ott kecske is van, birka is, meg liba is, és hát az maga a mennyország, hogy ő azért nincs jóba a kecskével, mert hétköznap vidéken dolgozik, és mit tudom, telefonállomásokat, ilyen térerőt növelő állomásokat telepít az ország legkülönbözőbb részein, és tulajdonképpen ő vidéken él, akkor ha elmeséli ennek az életnek a kulisszáit, akkor nem azt fogom izgalmasnak találni, hanem amivel kezdtem, tehát lelőttem a poént, hogy nincs jobb a kecskével. Érted? Tehát, hogy, hogy ennek, a, ennek a finomságait. Az, az is nagyon érdekes, hogy hogyan él, hogyan él egy generáció, aki, akinek volt otthon a munkásszállókon most, és az, az is megrázó, de, hogy is mondjam, ebbe, ebbe, erre is van történeti rutin is. Hát ez a város, amiben most beszélgetünk, ez is úgy épült föl, hogy fél ország, fél vidéki Magyarország férfiai itt éltek Budapesten munkásszállókon évtizedeken át. Nagyapám szerint a hosszú házasság titka volt hogy 25 évig Budapesten élt, 25 évig csak hétvégén találkozott a feleségével, ugye, hát azt mondta, hogy pazar volt. A japán sokat panaszkodott, miután az a költözött, hogy ez nagyon rossz. Szegény. De hogy, tehát hogy én nem azt mondom, hogy ezek nem történtek már meg, de, de engem, engem ezeknek a finomságai érdekelnek. Ugye, Vera című regényed megjelenése után nem volt olyan kritikusi, vagy irodalmári értékes, ami ne azt emelte volna ki, hogy, hogy ez egy teljesen új korszak indul, mert az a személyesség, ami annyira jellemző volt a korábbi könyved most hiányzik, hiszen egy, egy, egy teljesen tőled eltávolított, legalábbis írói narrációban eltávolított történet, és most pedig nagyon visszatérsz a személyességhez. Szerintem nem is távolodtam el. Hát most, ha belegondolsz, hogy ugye a, hogy egyfelől mondjuk az, az, a könyv egy nagy transzgenerációs trauma regénye, ahogy most mondani kell ezt. Ami nekem örökké a veszélyparipán volt. Ráadásul, hát én a napokban, esküszöm neked, olyan napokban jöttem rá, és azt még nem is mondtam senkinek, de hát megírok egy sztorit, amiben mi a lényeg? Hogy ugye, mert ezt nagyon könnyű ezt a regényt örökbefogadási regényként olvasni, de igazából az örökbefogadás rejtéje övezi, és annak a rejtének a kibomlása bont ki korábbi traumákat. De azok a traumák szakadnak be a regényben, tehát igazából a, a, a transzgenerációs transgenerációs helyzet felől értelmezhető igazából. Hiszen a kislánynak ahhoz kell felnőni először. És a regénynek ott is van vége ráadásul. tehát arra nem futunk már ki, hogy a, a, a az örök, tehát nem egy klasszikus, ilyen értemben nem, nem, az, az örökbefogadás tematizáló regény. De mi történik az apja, apja nagy traumájában, ahol ő ugye ott, nem, talán nem lövök le ezzel ö, ö, nagypoénokat, de hogy ugye a, ahol ő egy megmentett fiú, és az őt megmentő, az őt bújtató, ö, nem zsidó származású apukával ö, évtizedeken át nem beszélnek. Ugye ezzel megfosztja önmagát a saját apjától, megfosztja a gyermekét a nagypapától. Ebből még renge, el lehet olvasni a könyvet, még rengeteg minden van benne. És a regény egyik nagy jelenetében megpróbál bemenni a kórházba, és nem sikerül neki, és ezáltal nem találkoznak utoljára. Megírom ezt a történetet teljesen öntudatlanul, úgyhogy a tudatalatti működteti azt, hogy mit akarok megírni. A formákban természetesen nem, hiszen nagyon szigorúan felépítve a Vera. Dramaturgiailag. Na de hát én velem ez történt. Hát azt írtam meg az apában, ami velem történt, hogy nem tudtam elbúcsúzni az apámtól, az éves haragok után. Tehát, hogy, hogy igazából vera is én vagyok, meg az apja is én vagyok, csak más szempontból. Hát ez ilyen. Igen. És ez most benne is van ebben a könyvben. És ráadásul benne is van a, a, a valami népiben. Igen, ezt meg is akartam kérdezni, szintén ilyen pletykanyú viszonylatban, hogyha... Ugye mondjuk így, hogy az elbeszélő apjának a figurája, az megjelenik ebben a, a kötetben elég sokszor. És hogyha a plegyka anyu az ilyen egy anyakönyv, akkor ez egy apakönyv, ez egy plegyka apukönyv? Olyan rákészülés egy apakönyvre, azt ma lehet mondani. Tehát az apám, ma való viszonyomnak elég mély rétegeit boncolom, mély nagy történeteket, ami egyfelől lehet egy mellette elférsz újraolvasatra ad lehetőséget szerintem, meg, meg, egy, meg, egy, lélekben is valahol a vágyakban készülő aparegénynek lehetnek előtanulmányai, ez a kettő együtt. most saját apává vállal, már hogy a saját magad apa szerepe, ez befolyásod benne, vagy ez beszűrődik, hogy persze, te apa Persze, Meg annak a tragédiája is bevallom őszintén, hát ezt nyilván mindenki, aki, aki a saját szüleit elvesztette, és úgy született gyermeke, az átélte, hogy, hogy ugye nem tudod megosztani. Tehát, Igen. hogy adnak az örömét, és hogy nem ismerheti uh, uh, annak a, ennek a tragédiáját, az elvesztés tragédiáját, akkor az örömkor újra éled. És uh, a dühöket újra, tehát előjönnek az, hogy milyen felelőtlenül bánt az életével, és tessék, itt lehetne, megfoghatná. És ezek ezek természetesen mind előkerültek, úgyhogy nem véletlen, hogy hogy ebből a nézőpontból is van mondva. A, a, de, de hát mondjuk, ha már itt a személyességnél tartunk, itt ugye a, a mellettem elférsz, azt a generációt nem meséli el. Tehát annak a generációnak a nagy történeteit kihagytam, tehát az a kádárkor abból kimarad. Már pedig a kádárkor... Ö, ö, igazán kemény tudott lenni nagyra vágyó vagy álmodozó természetű férfiaknak, nőknek egyaránt. Mert hogy ugye a, a szürkeség, a lábvíz, a, a, ha megelégedsz azzal, amit adunk neked, akkor boldog lehetsz, de ha vágy, vágyaid vannak, önkifejezési vágyaid, bármilyen más, ha mást szeretnél, akkor belehalsz. És, és ráadásul úgy halsz bele, hogy még csak a hősiességnek a legkisebb megélési formáit sem lehet. Igen, bohócátás. Így van, így van, bohóccát ez. Még egy dologra vagyok kíváncsi, hogy ugye itt a történetek egy részében megszólal egy, mondjuk egy mindentudó elbeszél, akinek még a monogramja is GK, de közben megjelenik egy, egy hát hogy mondja, a Grecsó Krisztián nevű természetes személyre sokban hasonlító <laughs> karakter, akit úgy hívnak, hogy Grusz, hogy kicsit ez olyan, mint a Daru, de mégsem az. És erre vagyok kíváncsi, hogy mit Darunak meg a Gruznak a viszonya. Hát ugye ott van egy ciklus, egy ciklus van a regényben, a, a, a regényben, a kötetben, a, amelyben a novelláknak van köze egymáshoz. A többiben teljesen klasszikus ö, technikákkal dolgozom, vagy mint a, a novellák függetlenek egymástól. Ez az Istennek nehéz ciklus, amelynek bizonyos részét a régi Indexen, meg utána a Telexen lehetett olvasni, a nagyon átírva ez, csak a így van, így van, így van A mondom, hogy megdolgoztam rendesen, hogy igen. Ott van benne az az alapanyag, de azért ez már nem az. És hát meg újabb szövegek is születtek, amelyeket már ott nem publikáltam, és ugye itt a, az alaphelyzet az az volt, hogy a hogy megpróbáltam valahogy végig gondolni azt, hogy megírható-e az, hogy, hogy mi történt, vele, mi történt én velem, mikor voltam. És és csak azt az alapélményt tudtam elmesélni, hogy nem lehet belegondolni, hogy nem lehet, nem, nem lehet megérteni. Tehát a legmélyebb empátia is a karcolgatás, leg, tehát a legfelszínesebb karcolgatásig vihet. És aztán rájöttem, hogy jé, hát ez tulajdonképpen minden bajjal így van. Hát ez egy elemi dolog, tehát fogalma, megélhetetlen. És akkor ezt, a, ezt az átélhetetlenséget, ezt a másikkal való tehát, illetve a létnek ezt a, ezt a úgy szoktuk mondani hogy ezt a kozmikus magányát, ahogy a fájdalmaidban mennyire egyedül vagy, mennyire kiszolgáltatott vagy, ezt kezdtem el megírni. most, hogyha simán visszahozom Darut, mint Alteregót, akkor ott ugye az mondjuk használtam a felnőtté válás különböző fokozataiban, használtam a, a, a felüle, fel, felelőtlen kamaszkor helyzeteiben, de itt nem arról van szó. Itt éppen egy sorsából kikerült embernek a helyzeteiből. És ö, rokona a darunak, de, de nem nem föltétlenül az, és ugye a novella sem úgy sikerült, vagy a novellák sem úgy sikerültek, hát a, a legkisebb rész bennük tulajdonképpen az, hogy ez a bizonyos halteregó ez beteg. Teljesen más sorsok, amelyek vagy befolyásolják egymást, vagy nem, vagy keresztezik egymás sorsát, vagy nem. Mint egy pillangó hatás tényleg egymásra lakó, vagy egymást érintik. Ugye ez is az acima a, a, a ciklusnak, hogy valam, valamilyen módon, ha az érzéketlenségükkel is, de befolyásolják egymást. Hatnak egymásra, vagy csak futnak érzéketlenül. Férjek, feleségek, elválva, visszakerülve. És aztán eljutunk a végén, és ez sem történetileg lényeges, vagy dramaturgilag, tehát remélem, hogy ezzel nem spoiler-ezek, vagy nem lövöm le, egy olyan helyzetbe, ahol megmutatok, Két szereplő teljesen másik oldaláról. Tehát, hogy az utolsó szövegben már a grúz nem is kerül elő, de azt reméltem elmesélni, hogy annyira nem lehet átérezni a problémáját, hogy már szó se essen róla. Hanem, hanem előkerül két régi mellékfigura, aki főhőssé válik, viszont teljesen más oldalukról mutatom meg őket, mert előkerül az erdélyi származásuk, előkerül az a fájdalom, ahogy a gyökereikhez viszonyulnak, előkerül a, 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 a hagyományaikhoz, a, a, múltjukhoz való problematikus viszony, és, és tulajdonképpen két teljesen más hőst ismerünk meg ott akkor, és az mégis ők. Ugye nekem erről a ciklusról, meg a központi novellájáról is, ha van ilyen, a Szent Lajos király hídje jutott eszembe, csak itt ugye nem a Szent Lajos király mm -hmm. hídje, a Ferdinánd híd. igen, Budapesti igen. Ferdinánd híd jelenik meg, és a sorsok, amikor cikáznak körülötte. Azon meg, a címlapon is, ugye? Meg az jutott eszembe, hogy de bizonyos értelemben el nagyon tékozló szerző vagy, hogy van néha két mondatod, most egy konkrétat mondok, egy múlt század elején élt férfiként élő lovásznőről, aki feleséget tart. Szóval másáról egy regényt írna, és te eldobod ezt a szállat, hogy szóval mi ennek a fényűzésnek az oka? <laughs> az, hogy ezek nálam vissza-visszatérnek. Tudod, én ezeket így körkörösen csinálom. Tehát ami most mellékmotívum, az majd fő főmotívum lesz a Ez következőben. <laughs> Ráadásul ez tényleg egy életrajzi elem, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogyan lehetne úgy megírni, hogy, a, hogy, hogy, ott fölvet, két elemet, ami egy nagyon érdekes. Az egyik, a, hogy ugye a dédapám az unoka testvére volt a, az őze Lajosnak. A szentesi volt. Aki szentesi színművész volt, ugye? És az első felesége egyébként Szegvári volt ráadásul. A, a Öze Andrásnak hívták, és ő is szegvárra nősült, és vette el az indédmamámat. És az indédmamám testvére volt ez a hát, ö, most nehezen narálható és társadalmilag problematikus férfi-nő nehezen gazdálkodó... 18-as karikával eladható, de is. <laughs> Aki férfiként élő nő volt. Ez, ez tényleg egy nagy, nagy téma nagyon sok történet szól a visszatérésről, hazatérésről, meg hát erről a valami népiről. Megint biztos, hogy nagyon sokszor elő fogják hozni a, a, a párhuzamokat, amit ilyenkor előhoznak. Én mindössze csak annyit kérdezek, hogy te népi író vagy? Nekem van egy ilyen identitásom, hogy ne? Én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a Móricz naplókban, a, ahogy ő a saját nem tudok erre más szót, írói identitását vonzogatja viszonyát a népirodalomhoz, viszonyát a népirodalmi mozgalmomhoz. Ahogy ő mondjuk falusi fiúként, de a, a, mégiscsak egy lelkészi családból kikerülve rémüldözik azon, hogy hát ő abban az értelemben mégse parasz gyerek, mint ahogyan ezt eddig eladta, és most hirtelen megjöttek a parasztírók, és mi van, ha lebukik, hogy ő nem az. És és én egy nagyon egyszerű paraszt családból jövök, tehát én ebből az értelemben nem nem hasonlítok rá. Másfelől meg mégiscsak volt egy Langblank japám, aki egy egészen más normát, egészen más világképet hozott oda-abba oda, a családba. És a legnehezebb dolgot, a, a, a buroknak a, leg, meg, a megrepesztését azt ő csinálta végig. Tehát mégiscsak van valami, ami ebben is hasonlít. Másfelől a. Az is nagyon imponál nekem, hogy Móricsot tulajdonképpen mennyire izgatta az, hogy hogyan lehetne elmesélni, a raboroszlántól kezdve sok példát lehetne mondani. Az, az úgynevezett vidékiek otthontalanságát Budapesten, hogy mennyire nem találnak meg felületeket, mennyire nem, nem értik, hogy mi hogy működik, vagy hogy apró városokként kezelik, vagy hogy ennek is nagy krónikása volt. Ugye a kisváros, mint téma, imádta a kis polgárságot, polgárságot, ezt a tanítói réteget, ezeket mind nagyon imádta, és hát nagyon izgatta állandóan a nő meg férfi feszültség, tehát hogy vágyni egymásra, a test, tehát hogy ez, ezek, ezek, ezek mind ilyen ö, ö, olyan hatástörténeti elemek, amiket én nem tudok nem folytatni, vagy, vagy őrületesen izgat, azon túl nekem a személyisége is nagyon nagyon érdekes figura. Tehát, hogy ő mondjuk sokkal, de sokkal bátrabbnak látom, mint amilyen én vagyok. Tehát, hogy azért egy kemény kemény faszíró van itt szó, ha jól értjük a helyzetet. És azért, ha a tükörfüzeteket is végre elolvashatjuk, és azt majd kiadják, akkor meg végképp, végképp a azt hiszem, hogy a pszichoanalízis különböző szempontjait ö, o, 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 rávetítve egy, egy, egy ilyen ö, egészen különös énkereső fasziról is lehet majd beszélni, aki, aki úgy mer kitárókozni, hogy, hogy egyszerűen arra példát nem tudok egyébként a Magyar Irodomban. Tehát olyan mélyre megy, olyan elem. Már a naplóba is szerintem. Abszolút. Hát, és ezeket, és ezeket én, hogy ekkora téteket mer vállalni, ezt is imádom. Tehát nincs értelme máshogy. És nem, nem, tehát, hogy ezek a tehát szemérmesnek lenni prózába értelmezhetetlen. Ez azt hiszem címnek is nagyon jó, amit mondtál, de meg de, záró mondatnak is. Grecsó Krisztián író. Köszönöm szépen. És, és nagyon várom, hogy fizikailag is a kezembe vessem ezt a könyvet, és mást is arra biztatok, hogy vegyek ezt Köszönöm, hogy itt lehetem, szavaztak.